A temetkezési vállalkozások régóta stabil, évente 30 milliárd forint körüli együttes forgalma legfeljebb a drágulások miatt emelkedhet. A temetések száma ugyanis visszaesett, mivel a pandémia enyhülésével kevesebben hunytak el, mint tavaly. A koronavírus járvány előtt körülbelül 130 ezer temetés volt egy évben, legfeljebb néhány százalékos eltéréssel. Idén is körülbelül ennyi lehet az év végéig. Az árfolyam hatásokra a piac kevésbé érzékeny, a temetéshez szükséges kellékek zöme ugyanis belföldön készül, a koporsókból exportra is kerül, behozatal inkább az urnákra jellemző. A januári drágulásról a hamvasztóüzemek határoztak a gázárak emelkedése miatt. A mértékéről decemberben jöhet létre megegyezés, de ez sem a temetkezési vállalkozók döntése lesz. De leginkább a hamvasztási költségek nőnek, szigorúan véve a gázáraknak a növekedése miatt. Más kegyeleti szolgáltatásokhoz hasonlóan ők csak közvetítőként vesznek részt ebben, mivel hamvasztást az elhunytak hozzátartozói közvetlenül nem rendelhetnek. Hogy a temetkezési vállalkozások tevékenysége mellett kiterjed a többi között a temetésfelvételre, a temetéshez szükséges kellékek beszerzésére, a ravatalozásra, sírhelynyitásra, halottszállításra vagy az exhumálásra. Hát jellemzően az energiaárak és az általános infláció miatt drágul igazság szerint a temetkezés, a temetési kellékek is, de minden egyéb is ebben az országban. Azt látjuk, hogy körülbelül egy éve kezdődött, amikor igazán keményen elkezdtek emelkedni az árak. Ehhez nyilván nekünk is hozzá kell alakítani a saját árainkat, és ennek igazából a végfelhasználók lesznek azok, akik megisszák a levét. Magyarországon 5-7 ezer embernek ad munkát csaknem 520 temetkezési társaság. Jelenleg körülbelül ennyinek van működési engedélye a kormányhivataloktól. Magyarországon több mint 3300 temető van, csaknem 60%-uk egyházi fenntartású. Akad magántulajdonú is, de temető létesítéséhez nehéz befektetőt találni, mert az előírások nagyon szigorúak, különösen a koporsós temetéseknél. A bevétel ugyanakkor korlátozott, a sírhelyek megváltásán túl legfeljebb a ravatalozók használatából, vagy az autóval behajtó látogatóktól lehet pénzt szedni, miközben egyebek mellett vezetni kell a halott nyilvántartást, kezelni kell a ravatalozót, a halott hűtőt, télen gondoskodni kell a hó- és síkosságmentesítésről, minden nap nyitva kell tartani. Vidéken a temetők üzemeltetése nagyobb gondot jelent, de mindenképpen meg kell oldani, mert közszolgáltatásnak minősül. Fenntartásra a költségvetés minden évben külön keretet biztosít az önkormányzatok számára. A kegyeleti szokások csak lassan változnak, és inkább a nagyobb településeken. Vidéken például a temetkezések csaknem 60%-a még koporsós, míg a városokban akár 80%-uk urnás. A változás jól mutatja, hogy a lakosság mértékéhez képest viszonylag sok 17 krematórium működik országszerte, köztük több magántulajdonú.